Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 19-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most megnézzük az első kártyát. Itt ennél a kártyánál a természetről van szó. Lehet, hogy ő ki akar mozdulni, sétálni egy parkban vagy az erdőben, a természet fontos számára, de én inkább azt gondolnám, hogy itt arról van szó, hogy ő szeretné, ha ti olyanok lennétek, amilyenek vagytok. Olyan smink nélkül. Legyetek természetesek. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Egy hold tánc. Ez a tánc utal a könnyűségre, a hold pedig az ő érzelmeire, a vágyaira, és az álmaira. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ennél a kártyánál láthatjuk azt, hogy minden kivirágzik, vagy jön egy virágcsokor, egy ajándék, vagy egy meglepetés. A következő kártya a csokis kártyacsomagból mutatja a nap energiáját, és itt az látható, hogy lesz egy szerelmes levél, mint egy költemény. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!